A pályámat 1983-ban Tamásiban, az akkor összevontan, integráltan működő kulturális intézményben kezdtem, tehát innen indultam. 10 évet töltöttem el ebben az intézményben, ami azt gondolom, hogy a későbbi pályafutásomra, az elmúlt 36 évemre nagyon komoly befolyással bírt. Itt szereztem meg azokat az alapokat, amiket aztán reményeim szerint sikerült úgy továbbfejlesztenem, hogy visszatérve most néhány éve ebbe az intézménybe, ezeket kamatoztatni is tudjam. A 10 év után, amit itt töltöttem el Tamásiban, a közművelődés akkori országos intézményéhez kerültem, ahol képzési, továbbképzési feladatokat láttam el, majd néhány év után visszajöttem Tolna megyébe, az akkor közművelődési szakmai módszertani feladatot ellátó intézményhez, és 20 évig ebben az intézményben dolgoztam. Ezek a tapasztalatok, vagy ezek a kapcsolatrendszerek, amelyek kialakultak a munkám során, azt gondolom, hogy az egész pályafutásomat meghatározták. Ez az intézmény akkor nyugodtan mondhatom, hogy modellértékűen működött az országban, hiszen a megye központúság, a megye székhely központúság helyett a kistérségi szakmai feladatellátásra helyeztük a hangsúlyt. Azt gondolom, akkor is már azokkal a közösségekkel foglalkoztunk, amikor az ország más hasonló intézményei még egy kicsit más mederben folytatták a munkájukat. A 2016-ban nagy örömmel tértem vissza városomba, Tamásiba, ahol jelenleg egy többfunkciós intézményt vezetek, a művelődési központ, a könyvtár, a galéria és a helytörténeti gyűjtemény alkot egy olyan egységet, amely a város közművelődését, kulturális életét, közösségi művelődését tulajdonképpen befolyásolja és meghatározza. Nagyon szerencsésnek gondolom magam, mert olyan közegben dolgozhatok, egy olyan pozitív közegben, amely nagyon nagy hatással van a munkámra, egy támogató, fenntartó, a tamásiak egyre jelentősebb részvétele a közösségi programokba, a helyi polgárok egyre intenzívebb bekapcsolódása ezekbe a programokba, és olyan kiváló kollégák, akikkel öröm a munka. Egy ilyen díj rendkívül nagy felelősséggel jár, és igyekszem az elkövetkezendő években legalább ennyi energiát beletenni ebbe a munkába, hogy a helyi közösség javát szolgálhasson, természetesen a helyi közösség tagjaival.